Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. március 1-én, pénteken pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Horváth János, a 3-as számú választókerület képviselője folytatja a lakossági fórumok sorát. Megtartotta idei közgyűlését a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület. Csomai Zsolt paraúszóval ünnepelték a parasportnapját a kiskörösi Egymiben. Március 7-én csütörtökön 18 órakor Horváth János, a 3-as számú választókerület képviselője tart lakossági fórumot a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Horváth János önkormányzati képviselő március 7-én csütörtökön 18 órakor tartja meg a 3-as számú választókerület lakossági fórumát a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Hogyha be kellene határolnom, akkor ez körülbelül a Batthyány utca, akkor a József Attila utca és a Klapka utca közötti rész, arra a Kecel vagy Kalocsa felé eső része a városnak, és pluszba ehhez még a József Attila utca, az Arany János utca és a Mohácsi utca által határolt ilyen rész utcák is oda tartoznak. Gyakorlatilag egy lakónegyedről van szó leginkább. Mivel a 3-as számú választókerületben nincsen közintézmény, valamint gyártelep, így a fórumon főképp a lakosságot érintő témák kerülnek majd előtérbe. Olyan jellegű témák, amik a lakosságot érintik, az utcák felújítása, az árkok, ezek a tipikus városi kommunális dolgokkal való kérdések, ezek az érdekesek, és én úgy gondolom, hogy ez a lakosokat azért érdekli, tehát ezért szeretettel és tisztelettel várom ennek a körzetnek, bár nem csak ennek a körzetnek a lakóit a jövő héten csütörtökön. A lakossági fórumon természetesen Domonyi László polgármester is jelen lesz, illetve a rendőrség egy munkatársa, így a rendőrség felé is lehet jelezni a felmerülő problémákat, legyen az közlekedési vagy biztonságbeli észrevétel. Ami szerintem kérdés lehet, az az, hogy Kiskörös és Kalocsa között egy kerékpárút fog készülni, és annak van egy belterületi szakasza, vagy lesz egy belterületi szakasza, ami a József Attila utcán fog végigjönni, és mivel az én körzetemben a József Attila utca szinte teljesen végig a Klapka utcától beletartozik, ezért úgy gondolom, hogy sokakat, sok ott lakót érdekel ez a dolog, és tudomásom szerint a tervezés az már befejeződött, vagy teljesen az utolsó lépésekben van, és hát ezzel kapcsolatban is gondolom, hogy sok információt meg lehet tudni, mert ezek ott ugye nyilván a házak előtt, a járda mellett, vagy a járdával egyben fog futni, és sok mindenkinek az előkertjét, vagy a utcai házfrontját fogja ez érinteni. Horváth János tehát várja a 3-as számú választókerület lakosait a Petőfi Sándor Művelődési Központba a március 7-én 18 órakor tartandó lakossági fórumára. Február 24-én Soltvadkerten a Református Közösségi Házban tartotta idei közgyűlését a közel 400 tagot számláló Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület, ahol az egyesület vezetői beszámoltak az elmúlt évben végzett munkáról és az idei tervekről. Tavaly a horgászok több mint 4300 kilónyi halat fogtak ki a vadkerti tóból. Többek közt ez is elhangzott a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület idei közgyűlésén Soltvadkerten. A Horgász Egyesület tagságát Ungvári Ferenc elnök köszöntötte, majd beszámolt az egyesület vezetőinek elmúlt évben végzett munkájáról. Érdekes hangulatú évet nyitottunk tavaly, mivel a drasztikus áremelés, amit senki nem kívánt és senki nem akart eszközölni, az elrontotta az egyesületben a hangulatot. Nem tudtunk mit tenni ezzel a dologgal, és most az élet igazolja is az, hogy jó döntés volt akkor ez az áremelés, hiszen a hal áraknak az emelkedése az követhetetlen.
Ungvári Ferenc elnök elmondta, hogy az elvihető hal mennyiségét korlátozták, a hal telepítéseket pedig jelentősen befolyásolták az anyagi lehetőségeik. Beszámolt arról is, hogy a horgászok a tavalyi évben 4337 kg pontyot, 140 kg amurt és 24 kg kárászt fogtak ki a vadkerti tóból. Elhangzott, hogy az idei évtől Molnár Károly személyében egy új halőr segíti az egyesület munkáját, így a csónakos horgászat ellenőrzését gyakoribb lesz. Az elnök az idei év tervei kapcsán elmondta, hogy a programok sorában szerepel majd a tavaszi időszakban két haltelepítés, környezetvédelmi napot tartanak, májusban rendezik meg a szezonnyitó horgászversenyt, és idén is megszervezik a nyári gyermektáborokat. Az elnöki beszámolót követően Marton György, az egyesület gazdasági vezetője tartott pénzügyi beszámolót. A felügyelőbizottság részéről Deli János mondta el, hogy két esetben végeztek ellenőrzést, de a működésben semmilyen szabályellenes dolgot nem tapasztaltak. Az eseményen jelen volt a Bácshoz elnöke, Kovács Gergely is. 23-ban a megyében a horgász létszámunk sajnos az előző évekhez képest csökkent. A felnőtt létszámunk az 1178 fővel, így 24.961 felnőtt fő horgászik a megyénkben. Ami viszont örömmel teli, hogy a gyermekhorgászaink az 271-el nőtt, így 5766 fő gyermekhorgászunk van, hát az ifi horgászunk az 597. Sajnos ezt tudjuk, hogy ők elmennek csajozni meg az iskolába, úgyhogy ők nem érnek rá horgászni. Majd, ha befejezték a tanulmányikat, akkor visszatérnek a horgászathoz. Így 23-ban 73 egyesületünk volt, és összesen 33.952 fő volt a megyében a horgászaink. Az önkormányzat részéről Temerini Ferenc polgármester a vadkerti tó vízkészletének helyzetéről, Molnár Elvira a Civil Információs Centrum részéről a pályázatokról tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit. Mivel ez az elnökség az utolsó évi munkáját kezdi el ezzel, ezért jelölőbizottsági tagokat kell választanunk, akik a egy év múlva bekövetkező választásra előkészítik a új elnökséget. A tagság a jelölőbizottság tagjainak Péntek Andrást, Szegedi Tivadart, Gáspár Gábort, Tóth Zoltánt és Tóth Mátyást választotta meg. Február 29-én Radicsné Szerencsés Terézia életére és munkásságára emlékeztek egy szavalóverseny keretében a Kiskörösi Egymiben, melyen 130 gyermek szavalatát hallhatta a közönség. A hatodik alkalommal megrendezésre került szavalóverseny tematikáját a természet adta. Radicsné Szerencsés Terézia élete a mai napig példaértékű a Kiskörösi Egymi vezetői, valamint pedagógusai számára, hiszen ő kereste azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel eredményesebbé, sikeresebbé tehette tanítványai fejlődését. Célja mindenkor az volt, hogy az iskolából a keze alól kikerülő gyermekek sikeresen be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Több mint 20 éve ő ismerte fel azt itt a gyógypedagógiai körökben, hogy bizony a hagyományos oktatási módszerekkel már nem érhetünk el eredményeket. Változtatnunk kell, korszerű tanulásszervezési eljárásokat kell alkalmaznunk, és akkor került bevezetésre két évtizeddel ezelőtt intézményünkben a lépésről lépésre program, step by step program néven is ismert egyébként, a kooperatív tanulás, a projektoktatás, a tanulói portfólió, és ezek biztosítják azt számunkra ma is, hogy magas színvonalú szakmai munkát tudunk megvalósítani itt az intézményben. Az ő munkásságára és életére emlékeztek a Kiskörösi Egymiben február 29-én egy szavalóverseny keretében, amely a Kiskörösi Egymi diákjaiból álló Flower Power műsorával vette kezdetét. A táncot követően Radicsné Szerencsés Terézia unokája szavalta el Szilágyi Domokos Áprilisi Mondóka című versét. Pulit terel a birka, leckét magol az irka. Szakács nőt főz az ebéd, gazda szolgálja ebéd. Véres süt a vérmedve, alma búvik féregbe. Galamb elejt vércsét, pondró csimasz fércét. Horgász fog a harcsa, hogy a vízbe tartsa. Lám egymást érik a csodát, szerencsé, hogy csak egy napon át.
Jázmin édesapjával, Radics Csabával érkezett, aki minden évben szívesen vesz részt az édesanyja tiszteletére létrehozott alkalmon. Az érzések, amivel érkeztünk, azok nagyon szépek. Egyrészt a büszkeség, hogy rövid élete volt bár, de óriási hatást gyakorolt a környezetére. Ezt látjuk ugye itt is minden területen. Büszkeség, ami ugyanúgy a környezetére is érvényes. Hálával érkeztünk, amivel mindenkinek tartozunk, aki ezt a úgymond már tradíciót vagy hagyományt ápolja, és ezzel emlékezni tudunk rá, és valóban itt marad közöttünk, mert léptennyomon látjuk, léptennyomon találkozunk valamivel, ami a nevéhez köthető. A hatodik alkalommal megrendezésre került szavaló verseny tematikája a Szeretem a természetet témaköré épült, melyre 130 gyermek jelentkezett a környező települések 24 intézményéből. Ez egy hatalmas megtiszteltetés a számunkra, és nagy öröm, hogy a verseny ilyen népszerű a gyerekek körében. És azt gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek lehetőség az megmutatni, hogy most milyen ügyesek, hanem a pedagógusok és a gyógypedagógusok között is nyílik lehetőség a kommunikációs csatornáknak a szorosabbá fűzésére. Az idei évben a diákok szavalatát Supka Éva, Szabóné Biács Ildikó, valamint Nagy István zsűrizte. Az én alapvető felfogásom szerint ezeknek a versenyeknek a legnagyobb hozadéka a sikerélmény, hogy ezek a gyerekek, akik ide kerülnek, és nincs lehetőségük más platformokon, más iskolai környezetben úgy megnyilvánulni, ahogy azért ez nyilván az integrációban elvárható lenne, de tudom azt, hogy az mindennapi életben ez nem feltétlen fér bele. Itt az intézmény lehetőséget biztosít ezeknek a gyerekeknek. A hatodik szerencsésteri emlékversenyről készült bővebb összeállításunkat a március 5-i híradónkat követő Petőfi Tér című kulturális magazinunkban tekinthetik meg. Március 7-én Kiskörösváros önkormányzata, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a Krámer Alapítvány dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész Petőfi kutató születésének 80. évfordulója alkalmából emléknapot szervez. Dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész Petőfi kutató születésének 80. évfordulója alkalmából szervez emléknapot március 7-én Kiskörösváros önkormányzata, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a Krámer Alapítvány. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum éves programjai között számos olyan rendezvény szerepel, amelyeket hosszú évek óta megrendeznek az intézményben. Az egyik ilyen kiemelkedő esemény a Kerényi Ferenc emléknap. Ezeken az alkalmakon Kerényi Ferenc irodalomtörténészre, Petőfi kutatóra emlékezünk, és hagyományosan az ő születésnapján, március 7-én tartjuk ezeket az alkalmakat. A Kerényi napokat még Kispáné dr. Luca Ilona kezdte el szervezni tanár úr iránti tiszteletből, hiszen a mai napig forgatjuk azokat a könyveket, és használjuk mindennapi munkánk során, amelyeket Kerényi Ferenc írt, gondolok itt például a Petőfi monográfiára. A március 7-i emléknapon olyan előadásokat hallhatnak majd az érdeklődők, amelyek Kerényi Ferenc kutatási területeihez kapcsolódnak, így az irodalom, valamint színház történet mellett városunk híres költője is szerepel az előadások középpontjában. Idén is vendégünk lesz dr. Sirató Ildikó, irodalomtörténész, színháztörténész, aki Kerényi Ferenc 80. születésnapjára emlékezik a mostani előadással, illetve dr. Osztovics Szabolcs is elvállalta, hogy előadást tart ezen az alkalmon. De nem felejthetjük el, hogy idén emlékezünk meg Petőfi Sándor halálának 175. évfordulójáról, így Osztovics tanár úr Kerényi Ferenc kutatásai, illetve a saját kutatásai alapján ezt a témát járja körül. Az előadás sorozat 10 órakor veszi majd kezdetét a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum emeleti galériáján, ezt követően a múzeumon kívül folytatódik a programsorozat. A résztvevőkkel megtekintjük az aláírások falát, hiszen addigra elkészül Kerényi Ferenc aláírása is, és mindannyian ezt ott meg tudjuk nézni.
A programot dr. Kerényi Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása zárja. A Kerényi Ferenc emléknap eseményei mindenki számára ingyenesen megtekinthetőek. A Magyar Parasport napján február 22-én lélekmozgató néven immáron 7. éve szervez programokat a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidős Sportszövetsége. Idén is csatlakozott ehhez a felhíváshoz a kiskörösi Egymi. Február 22-én Saffer István igazgató bevezetője után Csomai Zsolt kerekesszékes sportoló mutatkozott be a kiskörösi Egymi hagyományos Magyar Parasportnapi eseményén. A paraúszó beszélte a gyerekeknek a balesetéről, nehézségeiről és arról, hogy a sport átsegítette a nehézségeken és további kihívásokkal, örömökkel szolgált életében. A munkahelyi balesete után 5 évig depresszióval küzdött. Találkoztam egy másik kerekesszékkel, aki úszodába járt úszni, és kérdezte, hogy nincs kedved bejönni, és akkor bementem, és akkor ott a Erika néni mondta, hogy van ez a lehetőség, nem kell megijedni, majd szép lassan fogsz fejlődni. Akkor mi annyit szerették az a kapcsolatban, hogy nagyon túlsúlyos voltam, és nagyon nehéz volt megtanulni, stb. Másképp az életet, meg a úszás, de nem adtam föl az miatt, mert hogy aztán rájött az ember, hogy a sport nélkül nincs élet. A kiskörösi Egymi minden évben csatlakozik a Magyar Parasport napjához azzal, hogy változatos, érzékenyítő programokat szervez a gyerekeknek. Menetlevél alapján terveztünk 2 tevékenységet itt a tornateremben. Az egyik tevékenység egy kerekesszékes kis sor- és váltóverseny, a terem második felében egy ülőröplabda lesz, de párhuzamosan a folyosón megtekinthetnek egy PPT-t a Magyar Parasportnappal kapcsolatban, illetve azok az osztályok, akik nincsenek itt a tornateremben, az osztályaikban osztályfőnöki órán vehetnek részt, illetve még zárásként egy rajzpályázatot hirdettünk Lélekfuvallat címmel, amit majd szeretnénk továbbadni a kiállítás után. A játékokon keresztül a diákok megtapasztalhatták, hogy mennyire korlátozza őket a mozgásban, a feladat végrehajtásban, ha egyik érzékszervüket nem használhatják. Az egymés diákok ezen a napon egy kis betekintést nyertek a fogyatékkal élők világába. A különböző parasportok nehézségeinek, örömeinek átélésével érzékenyebbé váltak fogyatékossággal élő embertársaik iránt. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Horváth János, a 3-as számú választókerület képviselője folytatja a lakossági fórumok sorát. Megtartotta idei közgyűlését a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület. Február 29-én Radicsné Szerencsés Terézia életére és munkásságára emlékeztek a Kiskörösi Egymiben. Emléknapot szerveznek Kerényi Ferenc Petőfi kutató születésének 80. évfordulója alkalmából. Csomai Zsolt paraúszóval ünnepelték a parasportnapját a Kiskörösi Egymiben. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és hétfőn reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Ez történt című műsorunkban a Kalocsai Gazda Fórumot tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket hétfőn is. Viszontlátásra!